Petrovics Lászlóné vagyok, Kerencsényből, Vártus Teréz, a Palóc mesemondó néninek vagyok a lánya. Ő egy éve sajnos eltávozott tőlünk. Hát azt hagyta meg, hogy én tényleg anyateljel szívtam a mesét, hogy ahova meghívnak lányom, minden üveményi meséjé mindenkinek, mindenkinek örömet szerezzi. Most lehet, hogy soknak ismerős is vagyok, az RTL Klub a farműsorot én reklámoztam márciusban. Hát elmesélem, hogy az asszony dolog. Hol volt, hol nem volt, volt egy faluba, egy házaspar. Az ember kint szántott a mezőn, mindig végezte a kinti munkát, az asszony még otthon sütött, főzött, takarított, végezte az állatokat. Egy este vacsorakor azt mondja neki a férje, te asszony, csuda jó dolgod van te neked itthon, én a tűző napon dolgozok, te még csak itt ebben hűvös házban vagy. Te tudod mit, asszony, cseréljünk. Jó van, édes uram, cseréljünk. Reggel, mikor a harmadikot elkukurikult a kakas, az asszony fölkelt, fölütözködött, ahogy ment ki a házból, visszaszólt az embernek. Ember, de azt akkor végezd el az állatokat, adja a bornyúnak enni, adja a malacoknak, de az ülős tyúkról se feledkezzé meg, meg süssé, főzzé, takarítsa, meg köpüld össze ott, van egy kis tejcín, től köpüld össze vajnak. Hát bizony az ember az megfordult a másik oldalára, mikor már kinyitja a szemét, bizony már jó a hasára sütött neki a nap. Gyorsan fölkelt, agyújtott a pipára, kiült egy fára, azt akkor elkezdte köpülni ugye a vajat össze. Elkezdte azt énekülni, ott ahogy a fal, hogy csücsülök, szép csendesen köpülök, jaj, de milyen nagy úr vagyok, de jó is az asszony dolog. Miközben az meg is szomjazott, elment a pincébe, csapra ütte a hordót, megengedte, akkor jutott eszébe, hogy a malacoknak nem adott ennyi. Kiengedte az udvarra, egy vedermoslékot beleöntött, avval szaladt vissza, hogy a bort eszébe jutott, hogy még nyitva hagyta a csapot. Mire man ment? Man csak úgy lecsegött a bor a pincébe. Jaj, mit csináljon vele az asszony, még ne lassa. Ott volt egy zsaklis, beleszúrta rögtön, hogy majd az fölszíja. Avval szaladásnak eszébe jutott, hogy a malacok ki vannak engedve, ő még csak a köpülőt letette. Mire man ment? Man az írót, man ott ennyáltalak a malacok, kiment a váj minden. Jaj, azt mondja most már, mit szól nekem az asszony? De oda tette gyorsan a nagy vazékba a vizet, a masinóra jó megrakta, avval még eszébe jutott, hogy hú, még a csirkés tyúknak se adott ő ennyi, fölment a padlásra, ott volt megültetve egy lúdülőkusorba. A tyúk ugye 21 tojás alá rakva, de mikor a tyúk meglátta az embert, hát nem volt hozzászokva, kodalva leszállt a padlásról. Jó, azt mondja az ember, most mi lesz ebben a tojással, ha ez kiül, akkor nem kell neki a csirkék. Telepedett a lúdülőkusorba, beleült, hogy majd ő melegíti a tojást, hogy ki kell érnek a csirkék. De ahogy beleült, ugye a tojások mind összetörtek, a nadrágja tiszta tojás lett. Vett egy csomót szalmát, lecsutakulta magát, avval ugye a víz ott volt a masina, melegedett neki, eszébe jutott, hogy még a bornyúnak se adott ennyi. Kiengedte a pincéjék tetején jó zöld fű volt, a kötelet kötött a nyakor, az meg bedobta azt a kíményen, ugye szabad kímények voltak, azt meg azt az ő derekára kötte, hogy a bornyú benyessen a pincébe. Azt, hogy majd ő ott főz, zsupsz, a bornyú beesett a pincébe, őtet meg felrontotta a kíménybe a kötel. Az asszony van, ugye várja, déj elmúlt, az ember nem hozza neki az ebédet, ő ott kifogta azt az ökrököt, adott ennyi. Hát, ha valami baja van az uramnak. Hazament, mikor van bemegy a kapu, látja a nagy fölfordulást. Elkezd kiabolni. Édes uram, hol vagy?
Hol vagy? Nincs valami bajod? Az ember nem szólt egy darabig semmit, egyszer megszólalt. Itt vagyok, asszony, a kíményben. Kíményben, hát mit keresel te a kíményben? Hát a borjúbe esett a pincébe, engem meg fölrantott a kötellel. Az asszony sietett a borjú nyakorú leúdani a kötelet, ahogy ugye azt leúdta, zsupsz az ember a meleg vízbe, beleesett a masinóba, lábas meleg vízbe. Nem énekült azt többet, hogy de jó is az asszony dolog. Eddig volt, mese volt, egy nagy kosar, minden jóval, tele volt, az mind a hallgatóké volt. Köszönjük szépen, különösen ezt a nagyon szép palóc beszédet.